Mező Mónika vagyok, és a Peakben vagyunk, és be szeretném mutatni nektek Budai Edinát, a Science tulajdonosát, és hát központi agyát. És ő az, akivel a... Mit mondtam, legalább így addig, hogy mindenki lássa, aki eddig nem látta élőben. Ezt a picike kis, nagyon szép és csillogós Peak kozmetikai családot, vagy kozmetikum családot megcsinálta nekünk. És ebben három termék van egyelőre, ha csak még a később nem fogunk kitalálni valami újat. Egy testvaj, egy nagyon szuper, és én már itt imádom, meg ezt használom, hajakír, és egy lemosolt is fürdő, és úgy van megcsinálva az egész, hogy edzőteremben és a sportoláshoz is tudjuk használni. És ami a legütősebb, hogy 100% natur, ezért Edina, és hogy csillog, mint az őrület. Nagyon-nagyon szép lett szerintem. Na, Edi, akkor hagyd kérdezzek egy csomó mindent ebben a témában, mert én, meg hát nem csak én, hanem mi újak vagyunk ezen a területen, és tőled is nagyon sok mindent tanultam, amíg csináltuk a termékeket, és észrevettem, hogy egyébként ennek az útnak a folyamán, hogy nagyon sok nő egyébként érdeklődik a témában, és nagyon sokfajta ilyen krémet keresnek, és nem az igazi mégsem, ami annyira bio, meg annyira natur, az mégsem annyira olyan. Tehát egy picit tudsz erről nekem beszélni, mert most már minden natur, minden állatok nélkül készült, és minden totálisan a fáról szedtük le, hogy ez azért mégsem teljesen igaz. Tehát mi van a piacon most a kozmetikumok között, ami elvileg natur, de nem az? Hát hogyha az a kérdésed, hogy... milyen állnatúr kozmetikumok vannak, igen, hát, akkor vannak a piacon, sokan próbálnak biót és natúrt előállítani, de nem tudják tartani a szavatosságot, nem tudnak tartani illatot, sok-sok mindent, és ezért az a natúr nem 100%-osan natúr, de kommunikációban mindenképpen azt erősítik, hogy ez egy bio-natúr vonal, ez leginkább a legnagyobb cégekre. Igen. Ő jellemző. Uh-huh. Igen. Ők nem tudják a szavatosságot és a illatot, egyebeket, és itt az árról is beszélhetünk, hogy míg a kőolajnak mennyi a piaci ára, mondjuk kilója, addig mennyi a sehavajnak piaci ára kilója. És hogyha valamibe teszünk bio vagy natur cuccot, akkor az kommunikációval szépen úgy lehet tenni, mintha senkit nem szeretnénk nyilván sértegetni. A kérdésed ez volt, és ez a válasz. Uh-huh. Oké, okay. Nagyon, nem is akarok én se senkit sem, csak egy picit tanuljunk a témában. Most te nagyon ki voltál erre jelezve, mert olvastam a weboldaladon is, meg nézegettem, amikor készültem itt a live-ra, meg hát egyébként is azt hiszem így is volt szimpatikus ez az egész, hogy neked volt egy személyes érintettséged ebben, hogy tényleg olyan legyen a termék, hogy akár azt meg is ehetjük. Elmondod? Igen, nekem nagyon csúnya ekcémem volt, és általában mindig az arcomon jelentkezett, úgyhogy ez a legrosszabb, mert azt eltakarni se tudom. És a legnagyobb márkától elkezdve mindent kipróbáltam, és úgy néztem ki sokszor, mint a Túró Rudi, tehát gyógyszerteli krémek. Ez annyira jó marketingfogás egyébként, amikor egy krémet csak gyógyszertárban lehet kapni. Aha. De azok is nagy része be van parfümözve, és én nagyon gyakran a parfüm részére, a szintetikus parfüm részére vagyok allergiás, és így úgy nézek ki, igen, mint egy ilyen pöttyös labda. Aha. Most a kérdésedben nem tudom, mi volt. Igen, ehhez, hogy neked ez hogy jött be az életedbe, hogy neked egy ilyen... És igen, nagyon, tehát több mint 10 évig küzdöttem ezzel, és amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni 6-7 évvel ezelőtt, mármint ennek a megoldásával, úgy komolyabban, akkor még nem nagyon voltak itt natur kozmetikumom annyira a piacon, és így nem igazán volt elérhető megfelelő kozmetikum. És így jött az életembe, hogyha nem hegy megy a hegy, akkor majd a hegy megy. Aha. És 10 évben tellett, mire megtaláltad, hogy azért valahogy ezt össze lehet rakni? Tehát én a neten szinte semmit nem találtam ebben a témában, hogy olyan legyen tényleg a termék, ezek ott, amit magára kérünk, amit tényleg megehetünk, mert ha akarnánk, mert egyébként ez a gondolatvonal szerintem az, ami a totálisan natúrba megy. Hát most, így van. Aha. Nyilván van egy-két olyan összetevő, ami természetes, de nem ehető. Igen, persze. De tudunk előállítani olyan kozmetikumot natúrban, ami abszolút tehető, ahhoz általában nem adunk vizet. Tehát a csoki sajakér már az a kategória, amit így meg lehet enni. A vízes bázishoz kell egy emulálva, ami természetes eredetű anyag, de nem ehető. De ettől függetlenül a legnaturabb, amennyire csak lehet. Aha. És a legtermészetesebb. Aha.
Itt az alkalmazott technológiákról, tudom, hogy nem akarsz mondanom erről túl sokat beszélni, de azért valamit. Tehát az is eltér, amikor készítünk egy ilyen naturkozmetikumot, meg amikor bemegyünk a gyárba, és a legnagyobb Tesco-ban is kapható, bocsánat, hogy kimondtam a nevet, és megvásárolható 600 forintos terméket készítik. Tehát biztos nagyon-nagyon más az előállítási folyamat is. Tök más? Mindenképpen más is, meg... tehát ja. 600 forintért nem lehet. Tudom. Tehát, igen, hogy... Aha. Nyilvánvalóan nem. Ezek tényleg nem olcsó dolgok. Egyszerűen nem lehet 600 meg 1000 forintért biokrémeket kapni, meg 2000 forintért sem. Aha. Amiket így lehet kapni ezekben a nagymárkás üzletekben. És most nagyon nagy előszeretettel írják rá, hogy bio, mert hogy ez most nagy divat. Ez remélem, hogy nem divat, és úgy gondolom nem is... Aha. Nem, ez nem divat lesz, ez a jövő mindenképpen. Igen. Egyébként hogy veszed észre a piacon, hogy az emberek, mit gondolsz, ellenállnak annak, hogy most egy olyan húsfürdőt vegyenek, ami 455 forint, tehát 10 000 féle illatban, vagy pedig mindenki ismeri ezeket a nagymárkákat, vagy pedig hajlandóak-e majd áttérni egy olyan termékre, ami kisebb kiszerelésű, mondjuk totálisan natur, és meg lehet, hogy 2990 forint. Szerintem így a 21. században igen, bár nem igen jellemző, hogy nincs megelőzés, prevenció, és inkább akkor váltanak, amikor valami baj van, egy betegség, vagy bőrbetegség, vagy bármi olyan, ami miatt szinte rákényszerül, hogy ne a kémiát használja. De most már rengeteg a tudatos ember, aki megfontolja és nem használja. Tehát általában az szokott lenni akkor a nők ezek? Nők főleg, akik ebben gondolkodnak? A mi célcsoportunk, úgyhogy inkább a nőkről tudok jobban beszélni, de a mi célcsoportunk, meg a mi vevőkörünk az nagyon tudatos. Bocsánat, ezt leállítom. Jó, mert nyugodtan telefonod. Zavartam itt a... Aha. A ne zavarjanak ott, de nem sikerült. Jó, nem érdekes, és... sikerült? Igen. Bocs, mindenkinek közjátékérnek, akkor összejött. Elnézést, keresek, ami a zavaró volt, pedig beállítottam direkt, hogy ne zavarjanak, funkció legyen kettőtől, vagy egytől kettőig, nem sikerült. Tehát a nők, akik hajlandóak erre áttérni, ugye? Így van. És nem minket nyasztalnak majd, hogy minden 7990 forint, mert ez a pakis, mert abban az árban, ami a nagyboltokban van, nem fog kijönni ez az a beltartalmú termék. Csak szeretném, hogy ezt mindenki látná. És akkor térnek ezekre a cuccokra át, amikor már valami gáz van. Magyarországon inkább igen, sajnos nincs még annyira prevenció. Nem annyira jellemző még nálunk, de most már azért jellemzőbb, mint régen. Mennyi ideig használható szerinted, vagy van erre valami kimutatás, vagy bármilyen kutatás, mennyi ideig használhatok egy gazdaságos terméket problémák nélkül? Vagy minden korban van ez a korosztály, amikor megjelennek ezek a problémák, hogy hullik a hajam tőle, fáj a bőröm, ki vagyok már nagyon száradva, tehát van egy ilyen korosztály. Most arra gondolsz, hogy mikor jön az, hogy problémák vannak, és inkább váltanak napon kozmetikumra. Hát ez ilyen 40 és 50 között, igen. Aha. Amikor már történik valami, vagy van valami. Uh-huh. Ami. Aha. És a gyerekek? A gyerekeknél a szülők azok, akik ezt fontosnak érzik és gondolják. Tehát a gyerekeknél még ők annyira frissek, és a sejtjeikkel együtt annyira jól vannak, hogy náluk nem akkor alakul ki a probléma, akár egy kozmetikum vagy egy étkezés miatt, hanem felnőtt korban. Aha. És így a gyerekeknél a szülők azok, akik ezt erről odafigyelnek. Ezeket ezeket a PEAK kozmetikumot, ezt meg még egyszer itt mutatom, így egyben van. Ajánlod gyerekeknek is? Igen. Igen. Tehát nyugodtan lehet, igaz, hogy csillámú, de nyugodtan lehet gyerekeknek. De hát ez még jó. Tehát én lányom 10 éves, és 10 éves is nagyon durványomja, mondta a csillámok miatt. Oké. Ebben a témában, tehát ha mondjuk egyszer, mit gondolsz, csinálhatnánk, hogy tudjuk is bizonyítani, vagy megmutatni ezeket, hogy tényleg megehetőek tudnak lenni a termékek. De én mondom, hogy az a jakír már végül is ott van. Igen.
kérdezhetek ilyet esetleg, hogy abban például mi lenne akkor? Tehát miből áll egy ilyen termék, amit megehetek és magamra is kelhetek, és jót tesz a bőrömnek? Mondjuk kakaóvaj, aha, méviasz, sárga baracmagolaj, aha, extra szűz olajak, vajak. Aha. Így. Aha. Tehát és akkor fogok egy kekszet, és akkor nem? Igen. Aha. Mondjuk nem tudod belemártani, mert hogyha olyan az állapot, de igen, akkor szilárdan nem. De lehet persze mondjuk kókuszolajból olyan lágyat csinálni, hogy mártogatni is tudod. Aha. Hát már lehet, hogy valamelyik PEAK rendezvényre majd kérünk egy ilyen, hogy benne vagy Edi, mert hogy lássák ezt a gondolkodásmódot átvegyék, mert amikor én kidettem ezt az eseményt, amit most itt láttok, Facebookra, akkor valaki mondta, hogy hát én a rúzsomat nem enném meg, meg a nem tudom, a testápolómat sem innám meg, de hát pont ez az. Tehát egyszerűen még ott nem jutottunk el a gondolkodásban addig, hogy azt magunkra kenjük. Igen. Igen, és ugyanúgy a bőrünkön át beszívódhat. Aha. Uh-huh. Ez fontos azért, hogy egyébként a bőrünk nem eszünk meg, azt ne is kenjük magunkra. A bőr problémákat különben ez okozza, hogy azért valamennyi része ezeknek a termékeknek bejut a bőrbe? Hát nagyon gyakran a bőr problémákat kontaktallergia okozza, aha, amikor kontaktba kerül akár egy olyan krémmel, uh-huh, vagy testápolóval, bármivel, ami zavarhatja a bőrünket. Aha. Bármilyen formában. De nyilván van olyan belső is, amit élelmiszer okoz, mint mondjuk nem tudom, tejfehér és az okoz bőr problémát. Tehát és akkor is enyhítheti ezeket a tüneteket mondjuk egy ilyen termék? Miért? Tehát akkor is, hogyha valami belső allergiánk, vagy valami belső gyulladás van a szervezetben, akkor is segíthet egy ilyen külső felkent termék? Persze, mindenképpen. Nyilván meg kell szüntetni az okokat. Igen. És utána kezelni, vagy aha, közben meg kezelni, igen, a tünetet, uh-huh, de mindenképpen persze nagyon sokat segít. Tehát minden esetben javaslod ezeket a natur termékeket, amikor külső vagy belső ok miatt a bőr egy kicsit már igen, van. Igen. Tehát gondolom, mert hogyha belsőleg van valami allergiám, csak erősíts meg, légy szíves, akkor egyébként sem kenhetek egy begyulladt bőrre valami olyat, ami gazdaságos termék. De ugyanakkor meg is kell keresni az okot, mert hiába kezelem az eczémámat egy jó krémmel, aha, azért azt tudni is kell, hogy azt pontosan mi és hogy okozza. Aha. Ami nálam kiderült, az a például a tejfehérje volt. Aha. Ugyanakkor, okay, amikor abba hagytam a tejfehérjét, akkor sem teljes mértékben múltál, szűnt meg 100%-osan, mert nagyon sok olyan kozmetikum van, ami meg okozta. Aha. Volt egy kifejezetten, amire a bőrgyógyász még 100 éve azt mondta, hogy ezzel kenjem, mert ezzel hidratálom. És közben meg az okozta, az abban lévő bármi okozta. Aha. Az egy előállított termék volt? Vagy igen, egy nagy márka. Aha. Ez nagyon durva eddig. Igen. Aha. Aha. Tehát bármilyen, akkor így tudjuk összefoglalni, tehát bármilyen külső, mert ezek a bőr problémák, ez nagyon-nagyon, tehát tudom, hogy a mi közönségünk között is nagyon-nagyon szeretik a nők, én is, te is, mindenki, hogyha egy szép tiszta bőr van mindenhol, ha lehet, akkor feszes is, és narancsbőrmentes is, hát egy ilyen elvárás tömeg van ebben kapcsolatban. Hogy azért, tehát belsőleg is, ugye ezért próbáltam én is a PEAK termékre is utalni ebben a főcímmel, és külsőleg is úgy kezeljük magunkat. Aha. Igen. Aha. Jó. Milyen okosságod lenne még egyébként? Múltkor kaptam tőled nagyon sok olyan terméket ajándékba, és köszönöm, és már kipróbáltam, ami nem csak ezeket a, most ez igen, a bevezető termék családot tartalmazza, hanem abban már volt más is, azokról is mesélj, tehát szóinsz termékek egyéb. Igen, azok a mi mostani legújabb termékeink, azért akartalak megrepni egy csomagot, szeptemberben jött piacra, uh-huh, és ebbe már ilyen forradalmi peptideket uh-huh alkalmazunk, uh-huh, más néven aminosavakat, igen, ugyanúgy egy természetes anyag, és ezek már tudnak a sejtekben mélyebbre menni, és ott kommunikálni, és ott munkára bírni a többi sejteket, uh-huh, tehát lehet hívni őket okos, aha, okos, aha, összetevőknek tulajdonképpen. Uh-huh. És ott mik vannak még, ami olyan, tehát szemránckrém? Szemránckrém, arckrém, arcszérum, arcolaj, arctonik. És ezek mind megoldhatóak ilyen 100% natúr? Így van, igen. Aha. Tehát csak olyat állítunk elő, ami megoldható. Ha nem, azt nem bántjuk. Azt. Most tegnap parfümöt kerestek rajtunk, és mondtuk, hogy aha, igazán jó illatú parfümöt, amit ő szeretne,
és olyan összetett parfümöt így a természetből bizonyára ki lehetne fejleszteni, de az olyan sok munkát, és tehát az egy külön téma és külön év kellene hozzá, hogy... Aha. Mi az, amit nem tudtok megcsinálni Naturban? Még? Ami nekünk fejlesztés alatt van és nehézség, az egy jó sampon, egy jó balzsam. Aha. Mert a samponnál fontos a magas habzás, a balzsamnál az, hogy egyből ki lehessen öblíteni, és ne, tehát hogy ezeket az elvárásokat Naturban nehéz összerakni. Jól van, vannak a piacon, de ami igazán jól van összerakva, én még nem találtam meg. Mondtad az elején, hogy itt a Natur termékeknél kihívás a eltarthatóság, ott mi van a probléma? Hát ott nem tudunk 2 évet biztosítani, mint ahogy a nagymárkák 2 évet is tudnak, és így utazhatnak a konténerekbe, óceánokon. Fél éveket? Hát látni, ezt Naturban nem tudjuk hozni. Mennyi tud lenne a szabatosság? Mennyi tud lenne a szabatosság? Maximum 1 év. Szóval kapcsán még annyit említs már meg, lesz valamilyen karácsonyi akciótok? Igen. Mondd el, hát én is fogok ezt azt venni, meg fogom én azt is nézni. Most készülünk egy gyönyörű szép díszcsomagolással, és akkor ilyen kombókat tervezünk, meg kedvezményeket, kuponokat. Tehát lesz mindenféle, mert lehet, hogy akkor keresztül. Glamour, nem akartam. Mondhatod. Glamourban leszünk novemberben, kuponban. Én örülök neki, hogy ilyen termékek kerülnek az előtérbe, és akkor kicsit visszaállom, megváltozik a gondolkodásom, hogy ne legyen annyi minden kemikália mindenben, azt szerintem nagyon jó, a gyerekeinknek is nagyon jó. És akkor talán krém témában én szerintem nagyjából ennyi, amit el tudunk mondani, bár szerintem még lehetne kicsit feszegetni, tehát hogyha van még kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok nekünk, és még lehet, hogy lesz külön írásokat is most már küld Elina, és azokat is megjelentjük a honlapon, és akkor még lehet, hogy még fogunk is videózni, hogyha még jobban rákészülünk egy kicsit, hogy mit tanulhatunk meg még tőled. Jó? Akkor hajrá nők és gyerekek, és főleg azok, akiknek valamilyen bőr problémája van, akkor inkább ilyen termékeket használjunk, mint valami mást. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!